Kevin McCarthy kaliforniai republikánus képviselő történelmet írt. Bár eleinte egyértelmű befutónak tűnt az amerikai képviselőház elnöki posztjára, az elmúlt három napban összesen 11 voksolást bukott el. Ilyen fiaskóra mintegy 200 éve nem volt példa. A maga biztosan induló McCarthy csütörtök este már komoly engedményekkel próbálta meggyőzni párttársait arról, hogy válasszák őt, de a kezdettől fogva ellene szavazó 20 republikánus képviselőt nem sikerült meggyőznie. A házelnökké válláshoz abszolút többségre, vagyis a 435 fős alsóházban 218 szavazatra van szüksége. Ettől McCarthy rendre néhány voksal marad el. Sőt, volt olyan kör is, ahol a demokrata Hakeem Jeffries-t is többen támogatták, mint őt. A csörte legmeglepőbb pillanata az volt, amikor Matt Gaetz republikánus képviselő Donald Trumpot jelölte a házelnöki posztra. Ez az ötlet azonban gyorsan elhalt. A szavazás péntek reggel folytatódik, az viszont még nem látszik, hogy mi oldhatja fel a patthelyzetet. A republikánus párt töretlenül McCarthy-t jelöli a posztra. A kaliforniai politikus többször is jelezte, hogy önként nem hajlandó visszalépni. Pártársai azonban nem gondolják meg magukat. Egyedül a demokraták átszavazása oldhatná meg a helyzetet. Olyan ugyanis nincs, hogy nincs házelnök, mivel nélküle a képviselők nem tehetik le az esküjüket, és így az egész alsóház működése megbénul.